Ez a videó a szőlőtermesztés egyik munkafolyamatáról, az ültetésről szól, és be kell vallanom, hogy ebben a témában tulajdonképpen egy kicsit vakvezet világtalant. És ha már itt tartunk, kíváncsi vagyok, tudjátok-e, honnan származik ez a szólásmondás? Nos, azoknak van igazuk, akik szerint a Bibliából. Oly korban élünk itt a Földön, mikor tömegekről hullik le a kultúra úgy, mint ruha másról a boldog szerelemben, hogy egyszerre utalja két kiváló koszorús költőnkre is, Radnóti Miklósra és József Attilára. Ezért, hogy a magam módján tegyek ez ellen valamit, hadd idézzem Máté evangéliuma 15. fejezet 14. versét, ahol Jézus mondja a tanítványainak a farizeusokról. Hagyjátok őket! Vaklétükre világtalanokat vezetnek. Ha pedig vak vezeti a világtalant, mind a ketten a verembe esnek. Na de térjünk a tárgyra. Az anyám szerint, aki ugyanazokon a hegyoldalakon kapált és metszett évtizedeken át, csak közben eleinte a TS-től, azután pedig Ennen úrtól a valóban úri modorú, de az úri gavallérságot hírből sem ismerő smucik vállalkozótól kapta a fizetését, szóval az anyám szerint a szőlőnk öreg és beteg. A fő baj valószínűleg, hogy nem lett elég mélyre ültetve, és már nem sokáig fog teremni. Ezért döntöttem úgy, hogy a lyukakat, a tőkék közötti üres helyeket elkezdem feltölteni, illetve beültetni. Nem tudom, mennyire kell magyaráznom, hogy a kertünkben nem szeretünk vegyszereket használni. Úgy gondoljuk, épp elég térfogatnövelőt, állományjavítót, színezéket, ízfokozót, aromát, tartósítószert fogyasztunk a mindennapi élelmiszereinkben, nem akarjuk még gyomírtó, gombaölő, rovargyilkos anyagokkal is kezelni a növényeinket, és rajtuk keresztül a fogyasztásukkal esetleg vegyszer maradványokkal terhelni a szervezetünket. Ezért nem permetezzük a szőlőt sem, csak ritkán és csak bordói lével vagy rézgálicsal, amelyek tudtommal egyelőre a minősített bioművelésben is engedélyezett szerek. Ennek megfelelően olyan ellenálló, biokertészetekbe is javasolt szőlőfajtákat szerettem volna, amelyek ilyen minimális kezelés mellett is termeszthetők. Szóval felmentem a netre, begépeltem, hogy bioszőlőfajták, és rákattintottam a találati lista első helyezettjeire. A legtöbbször, vagyis a legtöbb honlapon előforduló fajtákat feljegyeztem, amihez referenciaként a Biocontrol Hungária oldalát használtam. Az ő felsorolásukat vettem alapul, azzal egyeztettem a többit. A következő lépés az volt, hogy próbáljak olyan értékesítői felületet találni, amelynek a kínálatában minél több bukkan fel az általam összeírt fajtákból. Így végül a tuja.hu weboldalról rendeltem összesen 8 darab oltványt a következő 4 fajtából. Teréz, Palatina, Néro, Eszter. És miután az áru megérkezett, végre eljutottunk az ültetésig. Mivel sok tapasztalatom ebben sincs, most is az internet segítségét vettem igénybe. Első körben az ültetőgödör mérete érdekelt, amivel kapcsolatban mindenféle tanácsot olvastam. Valaki szerint 60x60x60-as árok kell, valaki szerint csak 40x40x60-as, sőt valaki szerint elég a 25x25x60-as, ami viszont, ha ásásról beszélünk, nagyjából kivitelezhetetlen. Ugyan milyen lapát férne el egy ilyen szűk gödörben, hogy a talajt ki lehessen termelni vele? Itt nyilván kézi vagy gépi talajfúrásról és nem ásásról van szó, ilyen eszközökkel pedig én nem rendelkezem. Maradt az ásás, és úgy döntöttem, Bálint gazdára hallgatok, aki szerint 60 cm széles, valamint ugyanolyan hosszúságú és mélységű árok szükséges, márpedig az ő 100 évnyi életbölcsessége, tapasztalata és szakmai ismerete elég hitelessé teszi a véleményét. Az én gödreim azonban végül csak 60x60x körülbelül 40-50 centi mélyek lettek, egyrészt mert ez is épp elég fáradtságos munka volt, másrészt mert az oltványok egyszerűen eltűntek volna egy-egy ilyen kráterben. Persze tudom, komposzt hozzáadásával állíthattam volna az ültetés magasságán, nekem viszont megint csak nincs ennyi talajjavító anyagom. És ezzel el is jutottunk a következő lépéshez. A legtöbben azt javasolták, hogy az ültetőgödör aljára dobjunk állati eredetű szerves trágyát, istálló trágyát. Valaki szerint egyszerűen úgy, ahogy a jószágok nekünk ajándékozzák, más szerint csak is az eredeti talajjal alaposan elkeverve. Egy szőlész videójában viszont azt láttam, hogy ő még a több éves érett trágyával, azaz a jóféle komposzt földdel is óvatosan bánik, és én is ehhez tartottam magam.
A szintén mostanában ültetett gyümölcsfák esetében is a friss trágyát inkább az árkon kívül alkalmaztam, vagyis az ültetés után a fák töve köré raktam, hadázzon a télen és szivárogjanak le lassan a kilúgozódó értékes tápanyagok. A harmadik fontos kérdés, hogy kell-e bántani a növényt, vagy nem. Azaz, hogy vissza kell-e vágni a gyökeret és a vesszőt. Ezzel kapcsolatban szintén több iskola létezik. Az egyik azt mondja, őszi ültetéskor fölösleges, csak tavasszal szokás. A másik, hogy elegendő néhány centimétert rövidítenünk, a nagyobb csonkolást felejtsük el. Egyes oldalak konkrét számokat írnak, azt javasolják, a gyökereket 10-12 vagy 10-15 centire vágjuk vissza. De valahol azt is olvastam, vagy talán az egy-két a témával kapcsolatos videó valamelyikében láttam, hogy csak a főgyökereket vágjuk, a hajszálgyökerekhez egyáltalán ne nyúljunk. Mindezek után kíváncsiságból megkérdeztem jó anyámat is, akinek az volt az álláspontja, hogy a gyökérzetet 3-4 centisre, a veszőket 2-3 rügyesre kell metszeni. Van egy diplomás, szőlész-borász ismerősöm, aki ugyan jelenleg teljesen más területen dolgozik, de évtizedeket húzott le a szakmában. Érdeklődésemre ő is nagyjából ugyanezt a választ adta. Amikor az eddigieket átgondolva megkérdeztem, hogy ilyen meglehetősen rövid gyökérrel, nem csak meglehetősen szűk, valamilyen talajfúróval készült gödörbe ültetünk-e, azt mondta, hogy igen, erről van szó, de mindenki így ültet, nagy üzemben másként nem is lehet. Az a lényeg, hogy úgy formáljuk a gyökérzetet, hogy elférjen az árokban és kész. Nos, ennyi információ és egymásnak ellentmondó, a szőlő ültetése kifejezésre való keresés után fellelt tanács után nem csoda, hogy az ember hajlamos azt gondolni, mint az életben annyi minden, tulajdonképpen a kertészkedés is egyfajta kuruzslás, ami vagy hatékony, vagy nem, amit az egyik kertész így csinál, a másik meg úgy, mert az egyik ebben hisz, a másik meg abban. Tehát végül csak azt tudom elmondani, hogy egy csomó kutatás után én hogyan csináltam. Igaz, talán nem a legjobb forrásból próbáltam meríteni. A világháló össznépi bölcsessége helyett a hagyományos, lektorált szakkönyvekhez kellett volna fordulnom, de a könyvtár mostanában nem egyszerűen elérhető és használható, ha egyáltalán. És szegény ember vízzel gőz, és ha jobb nincs, ló a szamár is. Szóval a 60x60x45-ös gödör aljára pár lapát harmadik éves, földé érett trágyát terítettem, amit kerti talajjal takartam. Egy rögöt a gödör közepére helyezve ráállítottuk az oltványt, úgy, hogy a gyökérzet lefelé állva terüljön szét, majd elkezdtem az árkot feltölteni. Közben taposással tömörítettük és bőven öntöztük is a talajt, úgy, hogy az oltás helye, ahol a nemesített európai alanyt, a gyökérzettel rendelkező amerikai alanyba oltottuk, mindenképpen a felszín fölé kerüljön. Végül újabb tömörítés és egy második kanna víz után a maradék földet szőlőcsemetén köré kupacoltuk, így biztosítva a téli fagy elleni védelmet. Mifelénk ezt csirkézésnek nevezik, és van, aki szerint erre minél lazább talajt vagy homokot kell használni, de hát ugye szegény ember még a fát is nyúzza, így azzal takartunk, amink volt. Majd pluszban még egy kis szalmás trágyát hordtam a kupacra, és ezzel készen voltunk. Természetesen mikor máskor, mint az ültetés után, vagyis épp időben, előkerült egy saját régi tankönyvem, amely részben nagy megkönnyebbülésemre szolgált, részben elmarasztalt, ugyanis ilyen mondatokat találtam benne. A gyökérzet visszametszésének mértékét az ültetés módja határozza meg. Gödörbe telepítéskor 10-12 cm-re, fúróval való ültetéskor 2-3 cm-re vágjuk vissza a gyökereket. Bingo! Telepítés előtt a szaporítóanyagot egy-két napig tiszta vízben áztatjuk. Bingo! Bár mi nem csapvizet, hanem esővizet használtunk. A 40-50 cm mély, háromszög keresztmetszetű gödör alját porhanyítjuk, a gyökeres vesszőt vagy oltványt,
Ha megjelölt helyre tesszük, a gyökerekre kevés földet húzunk, majd taposással tömörítjük. A mélység stimmel, ám az én gödreim négyzet alakúak, bár nem hiszem, hogy ennek különösebb jelentősége volna. A gyökeres vesszők vagy gyökeres oltványok vesszőit két ép, világos rügyre metszük vissza. Hát ezt kihagytam, de olvastam olyasmit, hogy különben is ráérünk vele tavaszig, már ha a vessző nem takart része, addig nem fagy meg és nem hal el magától is. Szóval bízom benne, hogy ez ügyben minden rendben lesz. Közvetlenül ültetés előtt a gyökereket agyakpépbe mártjuk, amelybe előzőleg a gyökérkárosítók ellen vegyszert kevertünk. Ezt szintén kihagytam, de nem bánom, nem vagyok híve a vegyszereknek, és mindent összevetve remélem nem követtem el túl nagy, túl sok baklövést. Ezekkel a gondolatokkal zárom ezt a videót, még annyit hozzátéve, hogy ha én pár hete találtam volna egy hasonlót, ami hasonlóképp áttekinti, összefoglalja az internetes felhozatalt, egy csomó időt spóroltam volna magamnak. Épp ezért remélem, hogy lesz majd olyan, akinek ez a videó fog segíteni, és ezzel a munkám hasznosnak bizonyul és értelmet nyer.